Átadták a Dunalőteret október 2-án a Komárom-Esztergom megyei Neszmélyen. Az ünnepélyes átadáson, amelyen részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter is, Meckler Zoltán ügyvezető bejelentette, hogy a katonák térítésmentesen használhatják a civil lőteret. Benkő Tibor a megnyitón úgy fogalmazott, a lőtér tulajdonosa nem kért és nem is kapott állami támogatást, teljesen magánforrásból alakították ki azt, s a civilek mellett használhatják sportolók, katonák, rendőrök, pénzügyőrök és vadászok is. Ez egy nagyon fontos, nemes felajánlás és gesztus. Egyrészt a sportolóknak, akiknek ez sikereket eredményezhet. Azok a sikerek pedig Magyarország és a magyar emberek sikereként is elkönyvelhető. Mégis a dicsőséget azon kívül, hogy saját maguknak megteremtik, az ország dicsőségeként könyveljük el. Ez pedig megint a haza iránti elkötelezettség, lojalitás, hűség megtestesítője. Meckler Zoltán azt mondta, a 30 hektáros neszmélyi komplexum területén egy 6 lőállásos 300 méter hosszú mesterlövészpályát, egy 30x70 méteres karabélypályát, valamint 7-10-30 méteres pisztoly és karabélypályát alakítottak ki. A lőtér megfelel valamennyi jelenleg érvényes, rendkívül szigorú nemzetközi szabálynak, biztonsági feltételnek és hatósági követelménynek is. A lőteret Benkő Tibor, Völner Pál az igazságügyi minisztérium államtitkára, Cunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Meckler Zoltán adták át. A nemzeti színű szalag átvágása után Benkő Tibor egy mesterlövészpuskával leadta az első lövéseket a lőtéren a 300 méterre lévő lőlapra.